Tehát ezért aztán mindenféle ízlésvilágnak megfelelően van két évnyitónk. De most ugye a Júdéről beszélünk, ez egy hatalmas dolog. Tehát ez olyan, mintha Spártában rendeznének egy nagy megnyitó eseményt, és az a szellem és a test harmonizálva jelenik meg. Az egyetemnek a kultúrája, kedve, életérzése, a könnyűzenei fesztivál köntösébe öltöztetve, de azért ott 101 néhány ország diákjai fölvonulnak, akik a mi diákjaink és a mi zászlóinkat viszik. És tulajdonképpen annak a körítése minden. Tehát a Júdéi évről évre megrendezve, ugye ez itt a 8. Júdéi, mert a Covid miatt egy kimaradt, azért óriási segítség abban, hogy összekovácsolja a hallgatóságnak a debreceni lelkét. Ez egy hihetetlen, impresszív esemény. Én itt bellakom az egyetemen, és amióta itt élek, azóta egyszerűen jártam be, keltem be, jöttem be, mentem be, a diákok köszönnek, képzeljék el, ma, udvariasan, tisztelettudóan, szemembe nézve köszönnek. Nigériai, egyiptomi, koreai, kínai, magyar, mindenféle hallgató. És ha egyszer-kétszer egy pár szó elhangzik, a Júdéi előjön. Na most ez azt jelenti, hogy a Júdéi, mint élmény, beégett a hallgatók lelkületébe. Alapvetően ez a célja. A másodlagos célja persze nekünk is egy ilyen sajátos debreceni egyetem életérzés erősítése, és ennek a sajátosan alakuló, azt kell mondani, a sajátosság itt a többiekhez képest optimális módon alakuló sajátos lélek, ez itt kérem gondozásra kerül, immár 8-szor. És azt gondolom, hogy ez a Júdéi lényege, legalábbis amit én látok belőle. Maga a rendezvény elnevezése is mutatja, hogy miről szól a te napod. 2015 végén, 16 elején rengeteget vitatkoztunk, hogy életképes-e egy ilyen rendezvény, és hát szerencsére az első alkalommal is megmutatta, hogy milyen nagy igény van rá, azóta pedig egyre erősödik. Az üzenetét, a tartalmát szerintem rektor úr tökéletesen elmondta, úgyhogy én ahhoz mást hozzátenni nem tudok. Évről évre arra törekszünk, a Júdéi nevét kiegészítve valamilyen mottóval, ami mindig a közösség, vagy mindig valamilyen közösséget erősítő fogalom köré csoportosul, hogy ezen mottó központba helyezésével egy napra együtt mindenki jól érezze magát, de hát kicsi ez a stadion, és csak az egyetemi polgárság fele tudott lenni, de a mai napon 8-9 nappal a rendezvény előtt már azt mondhatjuk, hogy körülbelül 8000-en már regisztrálták magukat, ami azt jelenti, hogy ez már több, mint tavaly 8-9 nappal a rendezvény előtt, úgyhogy bízunk benne, hogy ismét tele lesz a stadion. Hát ugye ez mindig fontos szempont, hogy mindenkihez szólunk. Tehát, hogy itt a nagyon nagy a széles spektrum az egyetemi polgárság, és hogy mindenkihez meg kell találnunk azt a fellépőt, vagy azt a momentumot, amit őt is örömmel tölti el, és évek múlva emlékszik, ugyanúgy megvan, tehát 5 éves kortól mondhatni, mert ugye egyetemi óvoda is van, és itt is vannak ilyen kis nagyon rajongó gyerekek, cukik. Most is lesz fiataloknak, középkorúaknak, idősebbeknek, tehát, hogy élménnyel telítve fog hazamenni. Soroljam fel, hogy milyen fellépőink lesznek? Tehát ugye hát azt a hatalmas nagy, ugye kezdem a legnagyobb sztárral, a Halott pénz. Ugye erre már Geriék csináltak ilyen kis vicces videókat, hogy van valami a levegőben, tehát hogy ugye hogy a Júdéi előtt már ilyen napokkal érződik a bizsergés. Zenevonat, LGT zenevonat lesz, mert ugye azt mindenki szereti, tehát hogy tudom, a fiatalok is ezt éneklik, és ugye a régi nagy LGT-ből is lesz pár ember. Királytesok. Ahogy tudom, itt van a fejemben az egész, csak ilyenkor annyira egyszerre akarom mondani. Manuel, hát őt most nagyon-nagyon szeretik, ugye ő is egy ilyen befutó.